Így készül egy egészséges fagyi, de hasonló módon elkészíthető egy joghurt is, amellyel kiváltható lenne a tej és a kifli, a gyerekek szokásos 10 óraija. A különbség a kettő között, hogy a tejet önmagában nem isszák meg, a kiflinek pedig legfeljebb csak a csücskeit rágják le a gyerekek, Willy Budai Péter mesterszakács, aki azt mondja, egy ilyen fogásnak magasabb a tejtartalma, több benne a kálcium és a tápanyag is, éppen ezért egy korszerű gyermekétkeztetés elősegítéséhez írt támogató szakácskönyvvel segíti a közétkeztetésben résztvevők munkáját. Felkérésre írtam ezt a könyvet azért, hogy a kis települések konyháin esetleg segítséget adjon ahhoz, hogy könnyebben tudjanak megfelelni az új kör követelményeinek. Az egészséges étkezés. Nagyon fontos, hogy a gyerekek ízléséhez igazított étkezés legyen, aztán változatos legyen, és tanítsa meg a gyerekeket enni. Tanítsa meg őket arra, hogy mit jelent az, hogy szezonalitás. Tanítsa meg, hogy az ételnek értéke van, hogy mennyi energia meg munka azt előállítani. A helyi termelők bevonása a közétkeztetésbe nem csak a friss és finom ételek készítését segíti, hanem a nyomon követhetőség miatt az élelmiszerlánc biztonságot is nagyban növeli, mondta el a Panyolán szerdán rendezett kerekasztal beszélgetésen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke. A helyi termelők beszállítási lehetőségeinek bővítése a családi vállalkozások és a közösségek számára is hasznos lehet, valamint a helyi gazdaságot is élénkítik, mondta el a megyei kormány megbízott az országjárás Szatmári állomásán. Az elmúlt években a megye erősödéséhez nagy mértékben hozzájárult az, hogy a megyében lévő élelmiszerfeldolgozó üzemek komoly hazai és Európai Uniós forrásokból részesülhettek. Ezek mindenféleképpen jelentenek egyrészt munkahelyet azok számára, akik munkát keresnek, a másik oldalról pedig egy újabb lehetőséget arra, hogy helyi élelmiszerhez lehessen hozzájutni. A kormány megbízott hozzátette, a kormányzati célkitűzés az, hogy minden ember asztalára jó minőségű, biztonságos, egészséges és lehetőleg hazai élelmiszer kerüljön.